Ezúttal is 40 fiatal vett részt a református táborban, amelynek délelőtti foglalkozásain a szeretetről volt szó. A nagyobb gyerekek beszélgettek például az anyagias világról, a családi életről, a fiatalkori szerelemről és a szexualitásról is. A kisebbek pedig a hegyi beszédről tanultak, amit a hitoktatók az életből vett, könnyen befogadható példákon keresztül hoztak közelebb a fiatalokhoz. Ezen kívül még a barátságról tanultunk, Jézus 12 barátjáról, 12 tanítványáról. Úgy volt felépítve az egész tábori tanításunk, hogy először a 12 tanítvány, a 12 barát a barátságról, és utána pedig a hegyi beszédet vettük sorba lépésről lépésre minden nap, és azoknak az ott elhangzott tanulságokat és tanításokat vetítettük ki a gyermekek életére, hogy ők ezt hogyan tudják megélni a saját életükben. A délelőtti foglalkozásokat követően a gyerekek voltak például vitorlázni, strandoltak, kirándultak és nagyon sokat játszottak. Emellett jártak a Nemesvitai Western Parkban is. Délután pedig valóban a közös, ugyan barátságot és közösséget erősítő programok voltak, így szeretném megemlíteni, a mindjárt az első estén közös szalonna és virslisütés volt tábortűzzel, gitározással, aztán voltunk vitorlázni a Balatonon, nagyon köszönjük, nagyon sok segítséget kapunk évről évre Bíró Róbert polgármester úrtól, akivel nagy szeretetben élünk itt és közösségben vagyunk, aki támogat bennünket. A lelkipásztor azt mondta a táborzárásakor, már tervezik a jövő évi 8. nyári alkalmat, sőt a 10. jubileumi rendezvényt is.